Szeretettel köszöntelek kettes csoport, remélem jól vagytok. Ti választottátok a télapot, meg fogom nektek nézni, hogy ez a férfi mit gondol rólatok, mit érez irántatok. Férfiről fogok beszélni, mert az a könnyebb. Nyolcas botok, akasztott ember, kelyhek hatos, kardok lovagja, kelyhek tízes, kelyhek királynője, kelyhek hármas, idő kell és hely. Félek a barátaid előtt, hogy kinevettek. Mit gondolsz most rólam? Kezdjük előről. Boldog vagyok, mikor veled vagyok. Mindig rád vártam. És vágyakozik. Meg fogom nézni, hogy mit jelent ez. A nyolcas botok azt jelzi, hogy közelebb akar jönni feléd, és azt érzem, ez a kötellék egyelőre várólistán van, el van akadva, hisz itt az akasztott ember, hogy valami nem jól működik a kapcsolatban. Nem tudod, hogy hogy állsz ezzel a férfivel hányadám, vagy ő nem tudja, hogy hogy áll te veled és hányadám. Ki akar az elakadásból jönni, és lehet, hogy most külön vagytok. Úgy lát téged, mint a lelki társát, hisz itt van a hatos kelyhe, a múltadból visszatér valaki, ugye ez azt jelzi, ez a lelki társi kártya. Ki akar jönni a kardok lovagjából, ami nem jót jelez, mert meg szeretné veled élni a tízes kelyheket, a házat, a családot, a gyereket, a macskát és a kutyát. Harcolni akar a kapcsolatért mindenképpen, hisz itt van a kardoknak a lovagja, hogy nem fogja föladni egyhamar ezt a kapcsolatot. A nyolcas botok azt jelzi, hogy beszélni akar veled, és minden problémát, késedelmet el akar simítani. El akarja mondani az érzéseit, és itt a földön, az égből le akarja hozni ezt a kapcsolatot, és meg akarja élni veled a mennyt, a mennyországot és a földet. Ami nagyon szép. Azt érzem, hogy hamarosan hallani fogsz róla, hisz a nyolcas botok üzenetet jelez. Lehet, hogy bocsánatot fog kérni, lehet el fogja mondani az érzéseit, lehet a múltban nem tisztázta magát és csendes volt. De mivel itt van az év vége, és lassan karácsony lesz, sokat gondol rád, lehet, hogy az ünnepkor veled akar lenni. Azt érzi, hogy nagyon összeilletek a kelyhek hatosban, hisz egy családból vagytok lelkileg, és ki akar hozni valami gyönyörűt a kapcsolatból. Azt érzem, hogy gyógyította magát, most már elég erősnek érzi magát. Azt érzem, hogy mind a ketten sokat gyógyultatok, ha külön voltatok, és így a kapcsolatos fog gyógyulni. A kelyhek királynő azt jelenti, hogy nagyon stabilnak lát téged, gyönyörű karakterű nőnek, aki magabiztos, aki mindig eléri az álmait. Rájött, hogy te vagy neki az első dolog, ami érdekli, hisz te általad gyönyörű a világ. Azt érzem, nem érezte magát a biztonságban a múltban, így a kapcsolatban se bízott, és most szeretne melletted lenni, mert most már biztonságban érzi magát, hisz ha külön voltatok és gondolkodott, akkor rájött arra, hogy te vagy neki az első számú az életében. Azt érzem, hogy mindig várakozott, hogy mikor adsz neki jelet, hisz mindig rád vártam, tehát várakozott, és hogy valami jó időre várt, lehet, hogy egy zöld lámpára, hogy mutass neki zöld lámpát, hogy szabad, vagy pedig várakozott, hogy a kapcsolat jobb legyen, vagy pedig várta a jobb időket, és várt arra, hogy majd csak isteni időzítés lesz a kapcsolatotokban. Azt érzem, hogy lehet hamarosan fogsz hallani róla. Azt akarja, hogy számíthass rá, és boldog legyél mellette, azt akarja, hogy stabil ember legyen belőle. Azt akarja, hogy találkozzon veled, és ünnepelni szeretne veled a hármas kelyhekben, hogy újra együtt vagytok, meg szeretné ünnepelni, hogyha újra találkoztok. Azt érzem, igazán szeret és megbízhat benne, és ez nem álom, tehát nyugodtan szeretheted. A múltban védte magát, de most már tudja, hogy ez a kapcsolat igazi. Azt kérdezi tőled, hogy kezdhetitek előről a kapcsolatot, hisz azt mondja, kezdjük előről, de ugyanakkor megkérdőjelezi, hogy te meg-e engeded. Én azt mondom, hogy ha van egy esélyed, akkor engedd meg neki. A múltban nem érezte eléggé, hogy szereted őt, és ez bizonytalanná tette. Azt érezte, hogy
hanem amiért nem érezte, hogy szereted igazán, ezért védte magát, és falat húzott, és így nem tudták közel lenni. Nem hitt a kapcsolatban, nem hallgatott a megérzéseire, és így pedig te sem tudtad, hogy ő szerette téged. Mit gondolsz rólam? Nagyon fontos neki, hogy most ebben a percben rosszul látod őt, vagy jól, de mindenképpen reméli, hogy nem negatívan látod őt. Azt érzi, vagy azt akarja, hogy reméli, hogy te megbocsájtasz neki. Azt érzem, mind a kettőtöknek gyógyulnia kell, és tanulni kell ebből a dologból, hogy mindig magatokat tegyétek első helyre, szeressétek magatokat, és csak utána a másikat, hogyha a csészénk üres, akkor nem tudunk adni a másiknak inni, sőt senkinek, a családtagunknak sem. Tehát mindig tölts fel a poharadat, mielőtt valakit szeretnél. Azt érzem, mind a kettőtöknek változás fog indulni, és mind a kettőtök szeretné ezt a kapcsolatot megóvni. Fél, hogy kigúnyolod őt a barátai előtt, és fél, hogy nevetségessé teszed a barátai előtt, de valószínű, hogy beszélsz róla, de nem teszed. Idő és hely kell nekem, ez valószínű, hogy te vagy. Lehet a múltban ő akart egyedül lenni, most pedig neked kell idő és hely, hogy végig gondold, hogy mit is szeretnél. Azt érzem, hogy még mindig káoszban van, és meg kell oldjon problémákat, tehát még mindig nem simultak el neki a problémái, de te azt akarja, hogy te boldog legyél, nem akar lehúzni az ő problémáival, de azért bízik abban, hogy ha problémái megoldottak, akkor tárt karokkal várod őt. Már eléggé gyógyította magát, de még mindig vannak neki problémái. Azt érzem, hogy hamarosan fog jelentkezni, azt érzem, a férfi bízik önmagában, és most már nem becsüli le önmagát. A múltban nem bízott önmagában, és lebecsülte magát. Fél attól, hogyha meglátod az igazi arcát, azt a félénk férfit, aki nem olyan erős, mint ahogy te láttad, fél, hogy akkor elutasítanád őt, pedig ez nem igaz. Azt gondolom, hogy te szereted akkor is, ha kicsit félénk, vagy akkor is, hogyha gyengébb. Akartál neki segíteni, hogy jobban érezze magát önmagával, be akartad neki bizonyítani, hogy te szereted úgy, ahogy van, nem kell változzon, de ő nem értette meg, hogy miért akarod. Nem értette, miért látod te értékesnek, ha ő nem látja magát értékesnek, valószínű gyerekkorából hozta, lehet, hogy elutasították. Félt az elutasítástól tőled, de igazából ő magát utasította el. Azt érzem, hogy nem engedett téged közel magához a múltban, attól félt, hogy nem szereted őt eléggé, és a végén elküldött, ha meglátod, hogy ő gyenge. De úgy látom, hogy egymásnak a tükrei vagytok. Ha egy valaki ezt érzi, akkor valószínű te is ezt érezted, és lehet, hogy megérezte azt, hogy te se vagy önmagaddal jól, és ez nem volt jó a kapcsolatotoknak, egymástól vártátok azt, amit gyerekkorban nem kaptatok meg, holott azon dolgozni kell. Azt érzem, hogy most, hogy elkülönülsz tőle egy kicsit, most már kezd bízni a kapcsolatban, és így tudja magát gyógyítani, nem kell te mondjad neki, mert ő akarja magát meggyógyítani. Azt érzem, hogy közelebb szeretne jönni hozzád, és veled akar új kezdetet, viszont te kérdezed azt magadtól az idő és a helyjel, hogy tegyem-e bele az erőmet, vagy ne, maradjak-e, vagy nem. Én azt mondom, hogy te döntöd el, de mindenképpen ő azt érzi, hogy összeilletek, hisz ő a lelkitársad, és Isten is egymásnak teremtett. Vágyakozik utánad, és hiányzol neki itt a vágyakozik utánad. Úgyhogy lehet, hogy üzen neked, lehet, hogy zenén keresztül, azt érzem, a zene valamiért fontos, lehet, hogy számot ír neked, vagy neked fontos a zene, vagy neki, vagy amikor rád gondol, zenét hallgat, de lehet, hogy ír hozzád egy gyönyörű dalt, kivel, hogy rezonál. Azt érzem, hogy ez a férfi bármit mondtál neki, bármi szép emlék volt, megtartotta a fejében, még ha ilyen pici dolog is, akkor is ott van a fejében, és emlékezik rád. Azt gondolja, hogy gyönyörű nő vagy, kitűnő személyiség vagy. Úgyhogy kettes csoport. Én azt mondom, adjatok neki egy esélyt, mert hamarosan jelentkezni fog, és nem akar elmenni mellőled. Nagyon jó hír. Köszönöm szépen, kettes csoport, sziasztok, nem sokára jövök új videóval.